Trestig zárkózik a bal oldalon, aztán középre tesz, ott érkezik Dudás és vezet az Eto. A szakadéknyi távolság pontosan 13 helyet jelent az OTP Bankliga táblázatán, mert az Eto csak rosszabb gólkülönbségének köszönhetően második, míg a Fradi 5 megszerzett pontjával 15., vagyis kieső helyen szerepel. A fővárosi zöldfehérek az előző szezonban a harmadik nemzetközi kupa indulást érő helyen végeztek, ám úgy tűnik, hogy az Európa Liga selejtezők után széthullott a csapat. Több személyi változás is történt a keretben, no meg a kispadon is, hiszen Bruckner László Détári Lajos váltotta. Az új trénerrel a múlt hétvégén a Zalaegerszeg ellen meg is szerezte első győzelmét a Fradi, vagyis némiképp fellélegezhettek, csak hogy most a még mindig veretlen Eto lesz az ellenfél. Csertői Aurél tanítványai természetesen győzelemmel szeretnének kedveskedni a remélhetőleg szép számmal kilátogató szurkolóknak, ha már az elmúlt héten oda lett Kaposváron a hibátlan mérleg. Az Eto diadalra meg is van minden esély, de a pontok sorsa a pályán dől el. A vasárnap este 18 órakor kezdődő találkozót a Sporttelevízió élőben közvetíti. Ha nem tudná megtekinteni élőben az összecsapást, akkor nézze ön is a Revitát, mert hétfőn 17 óra 15 perctől televíziónk is műsorára tűzi az örök zöld-fehér rangadót.